Árván értéktelenül áll ez az üres sörös üveg a szelektív sziget mellett. Jövő januártól kevesebb ilyet lehet majd látni, mert újra díjas lehet az üveg és a műanyagpalack. palack. A hulladékkezelést átvevő MOL hulladékgazdálkodási ZRT a korábban működött rendszer újraélesztésével is szeretné csökkenteni a szeméttelepre jutó hulladék mennyiségét. Mondta az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT cégvezetője 35 perc című műsoromban. Én úgy gondolom, hogy nem el, árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy vissza fog állni a betétdíjas rendszer. Hogy azok a csomagoló anyagok, amiben terméket csomagolnak, azokra betétdíj lesz majd. Ö, Azokat betétdíj fogja terhelni, és ezt a betétdíjat természetesen mindenki akkor fogja visszakapni, hogyha beváltó helyekre a csomagolóanyagot visszaviszi. <kül> Ez valamilyen formában szankcionálás is, de inkább motiválásnak veszem, ahhoz, hogy hatékonyabban tudjuk működtetni a rendszert. és el tudjuk téríteni a hulladékot a lerakástól, és ezek a hulladékok viszont nagyon nagy értékét képviselnek ahhoz, hogy átadjuk őket az enyészetnek, hanem próbáljuk meg valamilyen formában visszaforgatni és előkészíteni az új ipari felhasználásra. Tavaly hirdette meg a cég a Ne az ki az iskolatáskádat elnevezésű akcióját, amelyben használt, de jó állapotban lévő táskákat gyűjtöttek össze és adományoztak rászoruló családoknak. Az akciót Gyémán Marketing díjjal ismerte el a Magyar Marketing Szövetség. A cégvezető azt mondta, a szemléletformálás az egyik legfontosabb feladatuk. Az éves marketing tevékenységünk során a lehetőségeket kihasználva, akár a social médián, akár a TV, rádió vagy a nyomtatott sajtó lehetőséget kihasználva próbáljuk megközelíteni a lakosságot, mint hogy már említettem is. Ez célunk és érdekünk, mert hiába állunk rendelkezésre, akár eszközzel, akár fenntartott járatrendszerrel, hogy a lakosság nem cselekszik tudatosan. Mondhatnám azt, hogy tudatformáló, de enyhébb kifejezéssel, én úgy gondolom, hogy szemléletformáló tevékenység az, amit mi a marketing segítségével végzünk a lakosság körében. A a modern hulladék gazdálkodás az tulajdonképpen a 90-es évek végén alakult ki. Előtte ilyen szemétszállításról beszéltünk, sima szemétszállításról. Viszont későbbiek folyamán akár gazdasági, akár környezetvédelmi, vagy akár a jogszabályoknak megfelelő érdek vezéreljen bennünket, mindenképpen be kellett vonni a lakosságot ahhoz, hogy a cselekvése a hulladékkal kapcsolatban megváltozzon, hogy nem mindent a vegyes hulladékba tegyünk, hanem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit a közszolgáltató biztosít számára, és ez évről évre egyre hatékonyabb, egyre jobban működik, hogyha nem is tudom exakt módon kimutatni azt, most a marketing mennyire befolyásolja a hulladék gazdálkodást, de azért az évvégi mennyiségi adatok ezt alá tudják támasztani. Idén is megrendezik a szelektív szombatot, és más szemléletformáló rendezvényt is tart az Éjak Nonprofit Kft.